A nagyváradi önkormányzat tavaly előtt uniós pénzből újította fel a Kálvária dombot, ez azonban egy évet sem bírt ki. Az őszi esőzések után bekövetkezett földcsuszamlás tönkretette. Fennáll a veszélye annak is, hogy a városnak vissza kell fizetnie a 2 millió eurós uniós támogatást. Nagy iramban dolgoznak a nagyváradi Kálvária dombi park újraépítésén, amit most helyi forrásból finanszíroz az önkormányzat. A váradiak által gombaként ismert kilátót és domboldalt tavaly előtt 2 millió eurós uniós forrásból építette át a helyhatóság, azonban az őszi esőzések után bekövetkezett földcsuszamlás az egészet tönkretette. Az EU illetékes bizottsága szigorú feltételeket szabott, mondja Marius Mos, az önkormányzat Európai Uniós finanszírozású projektek igazgatója. A vezetője. A finanszírozó kötelez néhány feltétel teljesítésére, ezeknek a be nem tartással megítélt támogatás elveszítését is eredményezheti. Egyelőre nincs megszabva konkrét időpont, ameddig jelentenünk kell a veszteséget, de ebben az esztendőben be kell fejeznünk a munkálatokat. A földcsuszamlás után készített szaktanulmány megállapította, hogy a domboldal tervezési és kivitelezési hibák miatt csúszott le. Az önkormányzat most peres úton próbálja rendezni az ügyet a kivitelezőkkel. Kis Gábor tanácsos szerint a felelősöket meg kell találni. Én kértem személy szerint a múlt havi tanácsülésen, hogy a vétkesek legyenek mindenképpen megállapítva, hogy ki a vétkes ebben az esetben, és hogy az ide átcsoportosított javítási pénzeknek legalább egy része legyen valahogy visszaszerezhető, vagy valamilyen úton, módon kerüljön vissza a város kasszába. A nagyváradi RMDS a következő tanácsülésen kérni fogja azt is, hogy a Kálvária domb felújítását követően helyezzék ki az egykor a dombtetőn állott kápolnához felvezető keresztút 12 stációjának az elnevezését is.